Kivicses, kavicsos a mi házunk eleje. Arra jár az én babám minden este. Rácz Árpád vagyok, Gyimes Középlokról. A kultúrával foglalkoztam az elmúlt 4 évben. Megyei kulturális központon keresztül nagy hangsúlyt fektettünk az identitásunk megőrzését segítő programokra. Több mint 50 székelykapu felújítását támogatta a megyei önkormányzat. Több mint 1000 új népviseletet állítottak elő pályázati pénzekből. Több mint 150 kultúrotthon felújítását támogattuk. Ezen kívül a megyei tanács támogatta a városi színházak falun való fellépését. Hangszerekkel támogattuk a fúvós zenekarokat. Sok olyan kulturális rendezvényt támogattunk, amelyet helyi önerőből nem tudtak volna megoldani. Én úgy érzem, hogy a megyei tanácsban egy jó csapat alakult ki, amelyik együttműködik a helyi önkormányzatokkal, kutatja azt, hogy hol lehet segítséget nyújtani, és a pályázati rendszereket a helyi igényekhez igazítjuk. Nagyon jó példája a megyei önkormányzat és a helyi elképzelések együttműködések kiépítésének a Gyimes Középloki Tájszövetkezet, ahol több száz gazdának a tejét dolgozzák fel, helyi terméket állítanak elő. Azon keresztül, hogy a helyben előállított terméket vásároljuk, hozzájárulunk ahhoz, hogy a helyi társadalom fejlődjön, és itthon maradásunknak ez a kincse, ez a titka. Ezért szeretnénk folytatni a munkát, hogy minél több ilyen jó elképzelést tudjunk támogatni és megvalósítani az elkövetkező 4 évben is.